A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat szervezésében háromnapos bojlis horgászversenyt szerveztek a vinkovcei Bájer-tónál. A nemzetközi megmérettetésen 15 csapat vett részt. A horvátországi versenyzőkön kívül voltak résztvevők Szerbiából, Bosznia-Hercegovinából és Ausztriából is. A verseny lényege azonban nem a versengés volt, hanem az ismerkedés és a társalgás, valamint hogy minél több ember érdeklődését felkeltsék a horgászat ezen műfaja iránt. Gyönyörű környezet, kristálytiszta, kellemesen fodrozódó víz és elszánt horgász csapatok fogadtak bennünket a vinkovcei Bájer tavon. A szervezők állítása szerint kapitális pontyok lakhelye ez, ezért választották a verseny helyszínéül ezt a bányatavat. Racsman Dániel, a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat alelnöke, nagy hódolója annak a sportágnak, amit bojlis horgászatnak hívnak. Tava a vukovári Grábovó tavon csináltunk, ahol volt 13 csapat, és nagyon meg voltak elégedve, és az idén is elfogadták a mi meghívásunkat, és szeretettel eljöttek újra horgászni és versenyezni. De az idén 27 csapat bejelentkezett, de nekünk nincs olyan sok helyünk és nagy tavunk, ahol bírjunk őket vendégül látni és horgászni, és a 15 sikeres csapat, akik bírtak bekerülni ebbe a kisebb körbe, akik bírnak versenyezni, azok versenyeznek az idén. A 15 csapat közül az egyik laskói volt. Stojanovics Dániel gyermeki szenvedélye ma sem csillapult. Amikor csak ideje engedi, horgászbotot ragad és kedvenc időtöltésének hódol, amely elmondása szerint nem kevés anyagi kiadással jár. Erről a hobbiról rövid pár mondatban nem lehet sokat mondani, mert rengeteg dolog van benne, tehát ez egy kész tudomány lett. Tehát annak idején gyermekkoromban is már imádtam horgászni, de persze, ahogy múltak az évek, nem tudom, elmentem Magyarországra, főiskola, hasonlók. Jó nagy szünetem volt, tehát mondhatom, olyan 10 éves kihagyásom is volt szerintem a horgászatban. És utána pedig visszatértem a régi szerelmemhez, a horgászathoz, de rá kellett jönnöm, hogy abszolút többet nem az a horgászat, ami valamikor volt. Tehát nem az volt, hogy fogtam egy bambusz nyelet, meg tettem rá egy kis, nem tudom, parafaúszót, azt mentünk horgászni, hanem itt már kész technika, technológia, kémia, már minden belegabajodott az egészbe. Tehát ez úgy indul az egész, hogy az ember belefog a horgászatba, és akkor beleszeret egy technikába, meg most már ugye ezeket a tucokat is bőven márkázzák, tehát megvannak a márkajelzések, és mindenkinek megvan a favoritja. És ha az ember tényleg meg akarja venni a csúcsmodelleket, akkor bizony nagy költségvetés kell hozzá. Tehát régen mentünk, nem tudom, két bottal a hátunkon horgászni, meg egy kis tatyóval, most pedig már 3 kocsival járunk, meg sátorok vannak, ágyak vannak, székek vannak, asztalok, tehát ilyen bottartóállványok. Most már nem elég, hogy elmész egy doboz gilisztával horgászni, hanem itt most már nem tudom, például most jöttünk ilyen 60 kiló kukoricával, különböző magvak még pluszba hozzá, bowling van, nem tudom, 40 kiló, akkor nem mondjam, hogy mennyi kémia van, meg mindenféle ilyen adalékanyagok. És ennek szerintem soha nincs vége, mert szerintem naponta adnak ki új dolgokat, úgyhogy nehéz követnie ezt az egész tempót. A rendezvény társ szervezője volt a Vörösmarty Mészáros Armond is, aki szenvedélyes horgász hírében áll. Érkezésünkkor a csapata épp az aznapi beetetésre készült. A 3 nap alatt több mint 40 kiló úgynevezett bojlit szórtak a vízbe, ami egy speciális gömb alakú csali. Fő alkotó elemei a különböző hal, hús és növényi lisztek, természetes kivonatok és különböző halcsábító aromák. Ezzel a horgász technikával elsősorban a nagy halak kifogását célozzák meg, a versenyzők termetes pontyokat és amúrt vártak a horgukra. A horgász szeretetem az már gyerekkoromban elkezdődött, míg a papával a Dunára jártunk pecázni. Ezt a műfajt, amit most űzünk, ezt a nagy ponthorgászatot, ezt egy 7-8 évvel ezelőtt kezdtem el komolyabban foglalkozni vele. Most már olyan szintre jutottunk, hogy eljárunk versenyekre, évente 1-2-re. Minden hétvégét szinte víz mellett töltünk, amiket megtehessük, hogy ott legyünk. Próbálgatunk, tesztelgetünk, mindent megteszünk, hogy halat fogjunk, és reménykedünk mindig a legnagyobban. A verseny az úgy zajlik, hogy reggel van egy sorrend, egy kihúzás, hogy ki melyik pozícióra fog ülni a tavon. Ez minden a szerencsén múlik.
mindenki, amikor megtudja a pozícióját, akkor vagy örül neki, vagy nem. Amikor kiérnek a partra, a csapatok elkezdenek pakolni. Első mindig a kempingnek a fölállítása, nehogy valami rossz idő jöjjön, legyen hova bebújni. Következik utána a víznek, a mélységének és a helyeknek, a pozícióknak a meghatározása, hogy hol fognak pecázni a csapatok. Majd a harmadik lépés az szokott lenni, hogy eltetnek. Vagy többet, vagy kevesebbet. Mindenki a belátása szerint. Mi nálunk most is az etetés folyik. Próbáljuk behúzni a nagyobb halakat, próbálunk több halat fogni, reméljük össze fog jönni. Az éjszakában még bízhatunk, egy jobb eredmény elérésében, semmivel nem vagyunk lemaradva a többiektől, minden még lehetséges. Bár ott létünk ideje alatt, halat sajnos senki nem fogott, a versenyzők elmondták, hogy nem is ez volt a lényeg, hanem az ismerkedés és a társalgás, valamint hogy minél több ember érdeklődését felkeltsék a horgászat ezen műfaja iránt. A célja ennek a versenynek a barátság. Először is a barátság, hogy minden csapat mindenkivel barátságozzon, hogy ne legyen a célja, hogy csak versenyezünk, hogy elfogadják a kupákat, az érméket és a többi ajándékot, hanem hogy új kapcsolatokat teremtsünk, barátságozzunk, és hogy minél több ifjúsági tagokat, szülőket bírjunk idehozni, kihívni, hogy lássák, hogy ez nem csak horgászat, hanem sport, hogy minden népszerűbb legyen, és még vagyunk nagyon-nagyon elégedve, mert tényleg nagyon-nagyon sok ember jött ebbe egy és fél napba, hogy lássák, hogy mi mindent csináltunk eddig. Az egész verseny 52 órás, 3 nap, és mindegyik csapat sátorba alszik, horgászik, és mindenkivel barátságozik. Az egész projekt úgy került létre, hogy az volt a kérdés, hogy bírjuk kihúzni az ifjúságot a házból. Hogy ne legyen csak a számítógépek előtt és Facebookozzanak, hanem jöjjenek ki a mezőre, a tóra, hogy lássák, hogy mi mindent lehet csinálni itt is. A szervezők és a versenyzők is elégedettek voltak a versennyel, melynek a végén azért szép eredmény született. Összesen 413 kg halat sikerült kifogniuk a csapatoknak, akik úgy búcsúztak, hogy remélik, hamarosan ismét találkozhatnak, hiszen olyan ez számukra, mint egy terápia, amitől teljesen feltöltődnek. És mi a jobb annál, ha azt csinálhatja az ember, amiben örömét leli?